A mostani akcióval a fürdő felőli oldalon egy egységes fasor alapjait rakták le a résztvevők, a Kiskörös és az Erdőtelek tábla közötti részen. A 100 fát most a fürdő és a régi vásártér vége között ültették el. Örömmel számolhatok be arról, hogy az önkormányzattal is nagyon jó a kapcsolat, és ennek köszönhetően kerültek ki mai napon az önkormányzat segítségével a helyszínre a fák. Az előző napokban, mielőtt még elültettük volna, a fürdő felüli oldalon 56 gödröt egy gödörfúrógéppel kiásattunk, tehát ott a gyepes részen, ami egy eléggé tarackos, nehezen ásható rész volt, így akkor egy kicsit ez könnyebbség a tagoknak, illetve akik eljönnek segíteni, hogy nem kell nagyon nagy munkát végezniük, idézőjelben csak a meglévő gödrökbe behelyezni a fát és behúzni, illetve beiszapolni. Pirus Tibor elmondta, az ültes fát mozgalom lelkes tagjainak és a hozzájuk csatlakozóknak köszönhetően az eltelt 4 évben közadakozásból, társadalmi munkával mintegy 900 fával gazdagodott Kiskörös. Az immár egyesületként tevékenykedő csapatnak a közeljövőre nézve is komoly tervei vannak. Nagy tervek azok, hogy minden bekötő útszakaszon, tehát akár a Kalocsai út felőli részen, Izsáki úton, Soltvadkerti úti részen egységes fasor fogadja az ide Kiskörösre beérkező autósokat, illetve ide jövő embereket. Jobbról-balról szeretnénk ezt megvalósítani mindegyik útszakaszon. Remélem, hogy tudunk pályázni a Vadkerti útra. Ott a kerékpárút mellett jövőre tervezünk egy olyat, hogyha sikeres lenne a pályázat, hogy Soltvadkert és Kiskörös között a laktanyán túli fáknak a típusaival megegyező fákat ültetnénk le a két település között, a két táblat között, és ezáltal gyakorlatilag a kerékpárút mellett mintegy 10 kilométeres szakaszon egy árnyas, ligetes részben lehetne kerékpározni. Az ültes fát mozgalom célja, hogy Kiskörös az Alföld legzöldebb városa legyen.